2005-ben jött létre az a határon túli magyar újságírói szervezet, ami elsősorban a nyomtatott médiumok képviselőit fogja össze. Az elmúlt hétvégén Tengelicen rendezték meg immár 16. alkalommal a találkozójukat. A program egyik díszvendége Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője volt, aki elmondta, hogy nagy szükség van erre az egyesülésre, hiszen az újságíróknak kiemelt szerepe van a közvélemény formálásában. Az elmúlt években a kormány nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a Kárpát-medencében és minden egyes régióban meg tudják erősíteni a média szerepét. Az elmúlt években sokat tettünk annak érdekében, hogy a magyar médiát a Kárpát-medencében és minden egyes régióban meg tudjuk erősíteni. Öröm látni azt, hogy olyan újságírók vannak itt, akik én gondolom, hogy a tevékenységünket valahol díjazzák, és sok esetben barátként is tudunk egymással beszélgetni. Én a személyes munkámhoz is egyébként a médiumok részéről az elmúlt években nagyon nagy segítséget kaptam, és ezt köszönöm. Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, a szombat délelőtti előadáson elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy a Kárpát-medencében élő magyar közösségek összefogjanak, az őket tájékoztató újságírók pedig pontos, hiteles információkkal lássák el őket az anyaország politikájáról, nemzetpolitikájáról. A kormány célja, hogy mindenki a saját szülőföldjén tudjon élni, boldogulni és gyarapodni. Ezért is biztosítja a magyar kormányzat nagyságrendekkel, nagyobb támogatásával, gazdasági támogatást, szociális, hiszen a Köldökzsinór program például határon túl is érvényesíthető. A rendezvényen átadták a messzelátó díjat is, amit idén Potápi Árpád János kapott. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik előrelátóan tudnak gondolkodni és tenni azért, hogy a magyarság helyzete itthon is és külhonban is stabil és erős legyen.